Felmondja a többek által botrányosnak tartott parkolási szerződés Zugló, és június közepétől ingyen parkolhatnak a kerületben a helyi lakosok, így döntött a 14. kerületi képviselőtestület. A Fidesz szerint Karácsony Gergely polgármester kerületében egy pazarló rendszer működik 2 éve, és ahogy fogalmaztak, napi 1 millió forint a veszteség, ez bizonyítja Karácsony Gergely alkalmatlanságát. A polgármester számításai szerint azonban nem veszteséges a parkolás. Karácsony Gergely alkalmatlanságának ára napi 1 millió forint. Ebből elég. Ilyen feliratú táblákkal szembesítették Zugló polgármesterét a hétfői testületi ülésen azzal, hogy óriási veszteséget okoz a kerületnek a parkolási rendszer. Februárban robbant ki a zuglói parkolási botrány, miután kiderült, 2 év alatt csaknem 1 milliárd forintos veszteséget termelt a fizetős parkolás, mert a kerület egy az átlagosnál lényegesen drágább ajánlatot fogadott el a parkolóórák üzemeltetésére. Miért működhet továbbra is ez a pénzpazarló, pénzelfolyató? A hétfői testületi ülésen ismét téma volt a parkolás. A Fidesz-KDNP képviselői az előnytelen szerződések felmondását követelték. Költségvetési rendeletünk ugye 47 millió forint működési nyereséggel számol. Karácsony Gergely polgármester azonban visszautasította, hogy veszteséges lenne a zuglói parkolás, szerinte még nyeressége is van rajta a kerületnek. Egy polgármester mi a túrót csinálja? A Párbeszéd politikusa ugyanakkor elismerte, hogy drágán dolgoznak az üzemeltetéssel megbízott cégek, de szerinte a felelősség ezért a képviselőtestületet terheli. Nincs olyan parkolási rendszer, ami ne évek alatt térülne meg. A legjobb parkolási rendszer is úgy működik, hogy van egy egyszeri beruházási költség, amely néhány év alatt megtérül, nyilván annak megfelelően, hogy mekkora a működés, mert tapasztalható nyereség. Az ülésen egy kisebb számháború is kibontakozott. A szocialista Hajdu Flórián arról beszélt, hogy szerinte az zuglói parkolási rendszer nyereséges, erről kár is vitatkozni. Próbáljunk inkább a tényekre szorítkozni, tudom, hogy ez rettentően nehezére esik. Az LMP-s Barta János szerint viszont Zugló még egy elhúzódó pereskedéssel is jobban járna. Egyszerűen nem tudunk annyi pénzt veszíteni vele, ha felmondanánk a szerződést, mint a jelenlegi szerződésben, amit veszít a kerület. Várnai László, a civil Zugló képviselője úgy számolt, az üzemeltetést harmadáron is ki lehetne hozni. Havi 14 millióból megoldható az, amit 44 millióval csináltunk 2 éven át. A Fidesz számításai szerint a veszteség lassan eléri az 1 milliárd forintot, ezért azt javasolták, hogy azonnal mondják fel a parkolást üzemeltető céggel kötött előnytelen szerződéseket. Az előterjesztést elfogadta. Budapest 14. kerületének képviselőtestülete végül megszavazta a javaslatot. Így a parkolási feladatokat a jövőben Zugló önkormányzata látja el. Határoztak arról is, hogy a kerületi lakosok június 13-ától ingyen parkolhatnak Zuglóban. És létrehoztak egy tényfeltáró munkacsoportot is a botrányos szerződések felülvizsgálatára. A kerület fideszes alpolgármestere ugyanakkor bírálta, hogy a testületben nem csak az önkormányzattól független szereplők kerülhettek be. Zugló polgármestere áll a vizsgálat elé, amennyiben a vizsgálatot saját maga folytathatja le, saját magával szemben. Tehát azt gondolom, hogy ha a nonsenszről beszélünk, a valódi nonsensz az ez. Hát olyan munkacsoport, olyan vizsgálóbizottság, amely a saját felelősségét vizsgálja az abban résztvevőknek, az azt gondolom, hogy ez egy abszolút helytelen út. Az alpolgármester úgy fogalmazott, nem állítja, hogy Karácsony Gergely nejlonszatyorban vitte haza a parkolási pénzt, de szerinte a kialakult botrány az ő alkalmatlanságát bizonyítja. Tarlós István szerint is visszás, hogy Zugló és Karácsony Gergely maga vizsgálja a korábban általuk kötött parkolási szerződés jogszerűségét. A főpolgármester közleményében úgy fogalmazott, nem áll össze a történet, ha valóban nyereséges a zuglói parkolás, akkor miért kellett azonnali hatállyal felmondani. Ha viszont egy piszkos alkú eredménye, ahogy korábban ezt Karácsony Gergely állította, akkor hogy az ördögbe lehet, hogy azok vizsgálják ki ezt a szerződést, akik kötötték?